természetesen ugye ezt is lehet tudni, hogy majdnem mindenki eladó, hogy ott lesz-e valamilyen változás. Hangulat. Tehát nagyon kíváncsi, hogy milyen hangulat lesz. Hogy optimista, vagy a kis cégeket ünneplő, és a startup hangulat lesz. De én nem feltétlenül válságnak hívnám ezt, hanem bizonyos szempontból racionalizációnak, ami történik a médiapiacon. Ez természetesen nem minden modellre igaz, mert azért vannak olyan műfajok, amelyek esetleg igazságtalanul kevesebbet kapnak, vagy esetleg igazságtalanul akár többet, de mindenféleképpen azt kellene felfognunk talán közös erővel, hogy a szép idők, az aranyidők nem biztos, hogy visszaköszönnek, és ez már nem biztos, hogy ez a sötét korszak, hanem lehet, hogy most vagyunk a valóságnál. Egyik az mindenképp arról fog szólni, hogy a piacok, az online piacok, illetve a tartalompiacok, azok hogyan fognak tisztulni, hogyan fognak konszolidálódni, mely szereplők fognak kivonulni, mely szereplők fognak majd stratégiát váltani a közeljövőben. A magyarországi média szereplők egyre inkább arra kényszerülnek, hogy olyan megoldásokat találjanak, amivel a hosszú távú versenyképességük, túlélésük biztosított. Mi a PwC-nél azt látjuk, hogy emiatt egyre inkább előtérbe kerül az, hogy a vállalatok valamilyen szinten kooperálni akarnak egymással, akár stratégiai szövetségek, vagy akár felvásárlások, fúziókon keresztül. Egy alapkérdés, hogy hol tartunk most, hogy a válság tart, még nem tart, ki hogyan reagál. Tehát ezt a témát mindenki érinteni fogja szerintem, hogy a válság kapcsán ami, és akkor itt valaki úgy folytatja a mondatot, hogy még mindig tart, sőt most lesz az. Vagy azt fogják, valaki azt fogja mondani, hogy már jövünk kifele, és már látszanak a jelek. Én gyanítom, hogy ez mindenki a saját cégének a sikeressége szempontjából éli meg ezt, hogy mélyre megyünk, vagy még mélyebbre megyünk, vagy már jövünk kifele.